Már a Sátoraljaújhelyi Szlovák Általános Iskola hirdető tábláján is ki van függesztve az a tájékoztató, amely a H1N1 influenza elleni védőoltásról szól. Ilyen tájékoztatót kapott a napokban valamennyi Sátoraljaújhelyi általános iskola. Tulajdonképpen az oktatási hivatal keresett meg minket elektronikus formában, miszerint a egészségügyi és az oktatási minisztereknek a kérését tolmácsolták, hogy úgynevezett oltási kampányban részesítsük a kedves szülőket, hiszen leginkább ők felelnek azokért a gyerekekért, de ugyanakkor az iskola is az úgynevezett iskola egészségügyi program keretében a gyermekek épségéről, mégpedig, hogy november hónap folyamán a gyerekeket oltásban fogják részesíteni, felkínálják azt a lehetőséget, hogy 14 év alatti gyermekeket térítésmentesen oltsák. Ezt tehetik a védőnők, de ugyanakkor a házi orvos és az iskolaorvos is. A tájékoztató mellett az iskolák minden szülőt megkérdeznek, beszeretné-e oltatni gyermekét. Tegnap küldtük haza a gyerekekkel még a tájékoztató leveleket és a szülői nyilatkozatokat is. Én úgy gondolom, hogy a szülőknek mindenképpen könnyebbség az, hogy az iskolában megkapja a gyerek ezeket a védőoltásokat, és ezzel akik szeretnék, hogy a gyermek részesüljön ebben a védőoltásban, a könnyebbség lesz. Aki nem szeretné, nem írja alá a nyilatkozatot, akkor az a gyerek sajnos kiesik ebből a védőoltásból. Később már ezt szervezett keretek között az iskolában én gondolom nem lesz még egyszer lehetőség beadni. Utána önállóan vagy házi orvosa lesz lehetőség erre. Az intézmények vezetői a H1N1 megjelenése miatt szeptembertől nagyobb hangsúlyt fektetnek a higiéniára. Felhívtuk szóban is a figyelmet a gyerekeknek arra, hogy az úgynevezett kézmosás, tüsszentés vagy a köhögés etikettet tartsák be, tehát mi ügyelünk erre is, és bízom benne, hogy éppen ezért azért nem kerül arra sor, amitől aggódik a világ jelenleg. Sok szülő érdeklődött már az említett tájékoztatók megjelenése előtt is a védőoltásról. A gyerekek viszont nem várják ennyire. A gyerek ugye nem szívesen megy az orvoshoz, a legtöbb gyerek, és senki nem örül egy szülinak a doktor bácsit vagy doktorénitől, de ha már egy törvényileg tesztelt védőoltás van, és a gyereknek nem kell végig szenvedni esetleg egy-két hetet a gyógyulásban, már az is megér, akkor is megér, én úgy gondolom, hogy a védőoltást beadják.